Az oldalról kívántuk a széket, és most befelé 25 cm. Vásárolt a piacon. Nem tudom, melyik zöldség felel meg esetleg annak, hogy kiveszi, megszakítsa rá most a zöldséget. Nem csak így kipakol, hanem valamelyiket így megbusztálja, csak mondjuk a paprikával nem csinálja az ember, meg a paradicsommal is ritkán. De mi az, amit megszagolsz? A kampánynak én vagyok a kreatív igazgatója. Ez a második alkalom, hogy Média Unió kampányon dolgozom. Ez abban más, hogy a Média Unió a céljaiban, mintha kilépett volna az egyén fontosságából, hanem egy egész ország kerül most fókuszba, mert a cél ugye az az, hogy hazai élelmiszert vásároljunk, és ezzel nem csak magunknak, meg a hűtőnknek teszünk jót, hanem egy egész iparágat, szektort tudunk támogatni. Ez most, ha így kéne mondanom, akkor a termékekre specializálódik, tehát hogy az a fontos, hogy ennek a termékeknek a szépségét, kívánatosságát mutassuk meg, és kiemeljük azt, hogy ezek magyar termékek. Kipakolod ezt. Paprikát. Tejet. Minden napi hobbink az, hogy eszünk, és hogy ezt minél praktikusabban, jobban és az egész országnak hasznosabban tudjuk tenni, az idei kampánynak a célja. És ezt az üzenetet próbáltuk úgy megfogalmazni, hogy benne legyünk mi magyarok is, és így nyúltunk vissza, hogy egy Kölcsey idézethez is így lett a kampány mottója, az a hazai minden előtt. Kriszta azt mondja, hogy szervusz Borka, gyorsan ide szaladszott, ez neki egy puszi. Itt adod neki a puszit, jó? Jó. Még jó. Borka, még jobb kedvű legyél, jó? Tehetséges amatőrök, akik elvállalták, hogy szerepeljenek, tehát ez egy sztárcsadalmi célú reklám, ez nagyon fontos. Az anyuka hazajön, és közben a kislány már itthon van és várja őt, segít neki a kipakolásban, ezek fognak történni. A filmben szeretnénk megmutatni azokat a tipikus, klasszikus jeleneteket, amik a magyar termelőhöz kapcsolódnak, a magyar termelésű élelmiszerhez kapcsolódnak, és bemutatják leegyszerűsítve persze az utat a gyümölcsösökből, meg a szántóföldekről, egészen a boltok polcain keresztül a konyhába, ahol ugye egy édesanyja és egy gyermeke pakolja ki együtt a bevásárolni valót, ami azt gondolom, hogy a gyerekes családoknál egy ilyen közös rituálé. A hűtő van a lényeg. A snit a hűtő belsejéről szól. Az azért túlzás, hogy mindig mindent én csinálok. Én az egész film elkészültéért vagyok felé. Onnantól kezdve, hogy megszületik egy ötlet, és akkor az ötlet alapján én összeszedem a stábtagokat, a helyszínt, a szereplőket, ránézünk a ruhákra, konzultálok a rendezővel, zeneszerzővel, szóval az egésznek a gyártási folyamatát felügyelem. Lehet, hogy alul valakinek fognia kellene, hogy ne lötyögjön. Amikor a Média Unió filmeket forgatjuk, akkor egy picit másképp történnek a dolgok, mint a hagyományos reklámfilm gyártásakor. Egyáltalán nem ritka az, hogy a világosító az megken egy kenyeret, vagy a fodrász hoz otthonról ruhákat, vagy esetleg én otthonról összeszedem a kellékeket, ami még szükséges a forgatáshoz. Nem szerettünk volna senkinek sem neki menni, nem szerettünk volna támadólag fellépni, hanem ez egy befogadó kampány, hatalmas szakmai összefogás van egyébként mögött, és egy nagyon pozitív, jó hangulatú kampányt szerettünk volna kialakítani.
kampánynak van egy kommunikációs fázisa, amikor mi beszélünk, mondjuk tévéreklámokon keresztül, mondjuk sajtóhirdetéseken keresztül, és aztán szeretnénk egy aktivációs fázist, amikor pedig a vásárlókat vonjuk be abba, például egy játékon keresztül, hogy állítsanak össze egy teljes bevásárlást kizárólag magyar termékeknek a felhasználásával, és ezért nem csak hálásak vagyunk, hanem esetleg még nyereményeket is fel tudunk ajánlani. Tessék! Jó, szuper! Nagyon jó volt a borka. Most a filmnek azon a részén vagyunk, amikor látjuk, hogy a hölgy bevásárol egy üzletben, és a legkülönböző portékák közül magyar termékeket választja ki. Fog venni tejet, zöldséget, mindenféle dolgokat. Speciális tej, nincs benne semmi. És ugye itt az a feladat, hogy egy olyan terméket hozzunk létre, ami csak erre a filmre szól, tehát ez a Média Unió 1,5%-os teje, amit láttok. Ezt mi készítettük, szerintem jól sikerült és jól néz ki. Ezt fogja a szereplőnk kiemelni, és utána ezeket a jeleneteket kell elképzelni a különböző zöldségekkel és gyümölcsökkel, amiket aztán ő hazavitt és berakott. Én azt látom, hogy aki megteheti, az egyre inkább ügyel arra, hogy tudatosan vásároljon. Megéri a hazai alternatívát megkeresni, mert hasonló vagy jobb minőségű terméket találunk a boltok polcain, azzal pedig nem nagyon lehet vitatkozni, hogy ha egy termék mondjuk nem 800 km zögykölődés után jut el mondjuk egy boltnak a polcára, akkor annak azért milyen előnyei vannak. Értünk, lengadús magyar kalász! Nekünk érik az amatos magyar gyümölcs. Miattunk dolgoznak magyar emberek ezrei. Az viszont csak rajtunk múlik, hogy bevásárláskor a magyar élelmiszereket válasszuk, mert ki más venne magyar élelmiszert, mint mi, magyarok. A hazai minden előtt. Keresd tudatosan a megbízható és minőségi magyar élelmiszereket. Keresd a hazait.hu. Készült a Média Unió Alapítvány megbízásából.